Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Egy újabb, szerintem elég aktuális témáról szeretnék beszélni. Én nekem nagy kedvencem a Balaton. Imádom, minden nyáron többször el szoktam menni, akár úgy, hogy reggel megyek, este hazajövök. És ha az ember elmegy, a fürdés, bámulás mellett nyilván enni is szokott. És azon kellett ledöbbennem, és ez nem csak az én véleményem, hanem a környezetemben ebben páran elég rendesen meg is erősítettek, hogy itt az árakkal megint kezdenek gondok lenni. Most nem a balatoni exkluzív első osztályú vagy azon felüli éttermekről beszélek, az éjszakai szórakozóhelyekről, hanem a sima, egyszerű mezei strandbüfékről. Én emlékszem kölyök koromban, mikor a szüleimmel Balatonon jártunk, ugye a strandokon volt egy vagy kettő lángosos vagy sültkolbászos, de még akkor is olyan árakon voltak, amit az akkori előző rendszerbeli fizetéseken meg lehetett engedni magadnak, viszont azért az emberkék jóval spórolósabbak voltak, korombeliek vagy annál fiatalabbak még biztos emlékeznek a celofánba, meg az alufóliába, stb. Szalvétába csomagolt szenyókba, ami vagy rántott húsi volt, vagy pedig jobb esetben téliszszalámi, kellően megvizesedve, bepálva, ugye azt tettük gyerekként a strandon, becsomagolva, centrumos zacskóból, tehát azokra az időkre is még emlékszem. Aztán ugye az ember, ahogy kicsit idősödött, kamaszodott, még mindig az előző rendszerről beszélek, már megtehette azt, hogy volt a kis zseppénze, vett magának lángost, ezt, azt, amazt, és belefért abba a fizetésbe, abba a keresetbe, ez bőven, akár még egy nyári munka, egy építőtábor alatt is, hogy ott egy balatoni büfébe valamit megegyél. Majd jött a rendszerváltás, és ekkor jött az első marhai pofon, Balatonra járó vendégkörnek az arcocskájába, amikor hirtelen úgy elszálltak a balatoni árak, hogy egy idő után azt vették észre a kedves kis árusok, az emberek nem veszik meg. Hát én emlékszem arra, lehet, hogy nem hiszik el sokan, mondjuk ez speciál, ez nem kajáról lesz szó, hanem egy pohár sörről, de én voltam lenn ugye a Balaton 1992-ben, ugye rendszerváltás után 2 éve, hogy akkor egy pohár sör egy közepes színvonalú helyen 500 forint volt. Most gondoljatok, hogy 92-ről beszélünk, azért, ha jól számolom, az 26 évvel ezelőtt 500 forint volt egy pohár sör, azt nyugodtan 10-en meg lehet most majdnem szorozni az akkori árréshez. És ennek az lett az eredménye, az emberek szépen elszoktak a Balatontól, mondom, rendszerváltás után évekről beszélek, és rájöttek, hogy ha elmennek mondjuk Horvátországba, vagy a környező országok valamelyikébe egy tengerpartra, akkor lett divat újra Bulgária, Románia, akkor ugyanebből a pénzből tengerparton érzik jól magukat, semmivel se kerül többen, míg ha az utazást beleszámolják. Ezen észbe kapván a balatoni büfések, vendéglátósok, a városkák polgármesterei kitaláltak, hogy ez marhára nem fog így menni, és az árak szépen lassan igazodtak a kereslethez, tehát a kínálatot hozzáigazították, majd következő években, egészen azt gondolom, még talán tavaly nyárig is, de akkor már kicsit már durvább volt a dolog, olyan árakon tudtál Balatonon, te bármelyik strandon a büfébe megenni egy hekket, egy kolbászt, egy lángost, ami azt mondtad, hogy bőven belefér, reális, ha akár Pesten, vagy bármely más nagyvárosba elmész, ott se sokkal olcsóbb, itt meg az, hogy a Balaton ezt az 1-200 forinttal többletet megéri. Hát idén nála ledöbbentem, ugyanis vannak ilyen törzshelyek, ahol szoktam járni, és ha engem picit is ismer valaki, meg ha nem ismer, én kajára soha nem sajnálom a pénzt. Főleg az olyan kajára nem, ami nekem ízlik is, nem érdekel. Tudom azt, ha valahova elmegyek, akármilyen színvonal az a hely, ott vannak bizonyos árak, amit ki kell fizetni. Tehát jó kajára igenis fizetni kell, nem lehet menüből csodákat várni. A menü azért kell annyiba, mert az nincs azzal se baj, de ha valaki minőségkaját akar enni, azt igenis meg kell fizetni. Tehát nem szoktam a kajára sajnálni sohasem a pénzt, kifizettem szó nélkül, főleg ha úgy gondolom, hogy meg is éri, és akármennyibe kerül, és van rá lehetőségem, meg módom, akkor vissza fogok menni, és ott fogok kajálni. Na, van egy pár ilyen hely Balatonon, és mondom, idén, amikor vásároltam, nem mondom milyen kaját, ne a dolgra gondoljatok, kolbász, pizza, stb. Ilyesmi, ledöbbentem, hogy majdnem, ha nem is a duplája, de ilyen minimum másfélszeres áron van minden. Most az, hogy a politika mit diktál, mondtam, hogy a politikával nem hajlandó foglalkozni, de hogy mennyire jobban keresünk, meg jobban élünk, biztos így van, nem mindenki érzi ezt a zsebén. Én hál' Istennek még megtehetem azt, hogy azt egyek, amit akarok, viszont hülye gyerek meg nem vagyok. Tehát amikor azt gondolom, hogy át akarnak baszni, meg le akarnak húzni, akkor marha ideges tudok lenni. Amikor egy sült kolbászért, meg hurkáért kb. Másfélszer annyit fizetek, mint tavaly, és nem tudom miért. Most erre mondhatja nyilván a büfé is azt, hogy azért, mert emelkedtek az árak, stb. Stb. Hát azért ennyiben nem. Az, hogy ő, ugye minden híradás tele van, hogy nem találnak személyzetet, mert nem fognak oda menni ennyi pénzért dolgozni az emberek, ezt nem hiszem, hogy rajtam kéne elverni, meg a többi vendégem. Nem hiszem, hogy azért kell olyan árakat kitalálni, ami irreális, szerintem. Nem beszélve arról, hogy nagyon sok helyen, mondjuk ahol én kajáltam, ott nem, a minőség rovására is megy az áremelkedés. Tehát fölemelik az árakat, mit tudom én, másfélszeresére, ugyanakkor vagy az adag csökken, vagy például, mit tudom én, a halacskán, a hekken, a panír réteg kétszer annyi, mint eddig volt, és maga a nettó effektíve hús, amit az ember szeret enni, az jóval kisebb. Szóval elindult ebbe az irányba ez a folyamat. Én azt tudom, hogy ettünk egy pizzát, ketten ettünk egy darab 32 centis pizzát, mondom, strandról beszélek, egy strandos kis beülős helyről, ahol bevisz fürdőgatyába, ittunk hozzá egy darab kávét, meg ha nem akarok hülyeséget mondani, talán egy szódát, vagy egy hosszú lépést, ezért fizettem majdnem 5000 forintot. Na mondom, egy darab pizza, egy darab kávé, és egy darab hosszú lépés. Nem tudom, én kicsit sokallom. Javítsatok ki, ha nem így van, azért már meg is jött értem a mentő, annyira ideges lettem. Tehát javítsatok ki, hogyha ez így van, hogy ez reális dolog, mondom, egy strandról beszélek, hogy egy darab pizzáért, ami tudjuk, hogy mit ér, mit nem ér, ennyi pénzt elkérnek. Most nyilván mit tudok tenni? Vagy nem megyek oda többet, vagy kifizetem ezt az árat, vagy elmegyek máshova. Hát egy dolgot nem fogok csinálni, hogy nem fogok enni. Azt szeretném én kérdezni, vagy kérni ezektől az árusoktól, inkább kérdezni, kérhetek, én nem vagyok, senki kérek tőlük, hogy szerintük jó ez a politika. Nyilván ennyire ott az idő alatt, ha ezt az árakat tartják, és az emberek el fognak menni, meg ráadásul most valóban kicsit jobb a gazdasági helyzet olyan téren, hogy az emberek többet tudnak költeni, hogy el fogják ezt a pénzt költeni, és ott fogják hagyni ezekre a kajadagokra, de nem biztos, hogy ez jövőre is így lesz. És ha egy boltos áruskereskedő hosszú távon gondolkodik, én úgy gondolom, hogy marhára nem jó ez az irányvonal, mert az emberek ugyan kifizetik, amit kértek, meg is eszik, de elég keserű szájízzel. Tehát tegyük fel, még jó a kaja is, viszont van az emberben egy olyan érzés, hogy na, azért lehúzták a bundámat, átbasztak, akkor lehet, hogy többet nem fog oda menni. És hogy mennyire igazam van, azért egy kis történetet hadd mondjak el egy a végére ezzel kapcsolatban. Ugye meséltem az elején ezt a csomagolt szendvicseket, miután megettem a 5000 forintos pizzánkat, illetve megettük ketten, és sétáltunk egyet a strandon, és hogy ment az ember, néződik jobbra-balra, és mit láttam? Ül egy kis család, látszott, hogy nem voltak csórok azért a fürdőruhán, a csomagokon, a gumimatracon, minden látszik, de azt láttam, hogy ott van mellettük a hűtőtáska, és szépen ott eszik a gyerekek a kicsomagolt, alufóliából kivett téli szalámis szendvicseket. Ennyit szerettem volna mondani, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!